Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Szombat van, hétvége van. Kicsit lazításképp nyomunk egy kis Warzone-t. Hát kezdünk szólóba, aztán hát meglátjuk, hogy csatlakozik-e valaki. Majd még az addig kiderül. Alapvetően lehet, de legfőképp hallgatók, illetve volt hallgatók. Nagyon fontos, hogy korábbi hallgatók is jöhetnek. De hát erről majd beszélünk. Jó. Na, úgyhogy mondom, tényleg egy ilyen kis lazító Warzone, maximum 5-ig. Megnézzük, hogy megy a játék, régen játszottam már vele. Tehát így hetek. Úgyhogy most kipróbáljuk. Na, akkor csapjunk is bele. Az előbb kipróbáltam, elvileg működik, de hát ezt majd meglátjuk. Miért töltöttem újra? LMG-t újra tölteni. Time's over, mate. You're going to the war zone. Na, lássuk. Hova menjünk? Hát ide. Ez ugye a kör közepén van nagyjából. Elrontottam. Nem baj. De legalább van fegyünk. Itt lesz fent, úgy... Ja nem, lent van. Hát minden most a fővök, megnézem, hogy itt van-e valami. Hát egy pajzs. Az nem sok.
Hogy itt a tetőn van. Kipróbáljuk. Hát itt van valahol a bónyádba. Hát nézzük meg. Ott a tetőn volt egy csávó. Ezt kikerüljük. Na, szerintem itt kempel bent ebbe az épületbe. Vagy valahol itt lehet. Itt, ha azon a tetőn lett volna egy ember. Szerintem ez a srác az itt van bent. Itt volt bent. Csak oda pont nem néztem. Na gyerünk. Ez az. Egy kill már van. Jó, kirakott ide. Nézem, hogy vannak-e itt a tetőn, de nem látok. Még hogy nem látok. Más egyéb. Jó. Hát nem tudom, haver. Jó. Mondjuk úgy, hogy megpróbálta. Én sem vagyok egy génius ebbe a játékba. Azért azt be kell látni. Hello, Kekerényi. Hát, szokott néha. De nem mindig. Szerintem legközelebb ma jövő héten lesz. Ott volt egy csávó. Most nézem, hogy történjük, nem nagyon van. Hallom, hogy hol van. Erre szaladt.
Inkább ezt nem szeretem, a burstös fegyvereket. Hát nem tudom, hova tűnt ez a csávó. Mindegy. Nézzünk erre szét. Bár itt a tetőn biztos, hogy lesznek kemperek. Aha, láttátok a lézert? Hát akkor ezt hagyjuk. Vannak dolgok, amiket nem kell erőltetni. Lehet, hogy pont az a srác jött föl. És akkor mindjárt... A játék elején elfoglalnak egy tetőt, és akkor ott ücsörögnek egész meccsen. Hát nem azt mondom, hogy gáz, mert az azért nem, de hát na mindegy. Pajzsoljunk be. Most nézem, hogy rossz helyen vagyunk. Jaj. Mondtam lehet. Nem erre kellett volna menni. Fú, kekerényi, ez jó kérdés. Hogy miért 144 Hz? Hát ennek gondolom valami technológiai oka lehet. Ez, hát utána kéne olvasni, hogy ez, ennek mi lehet pontosan az oka. Gondolom valami technológiai dolog, hogy miért ennyi. Gondolom így jön ki a matek valahogy. Nem tudom. De jóos kérdés, mert ugye van 60, 144, a fölött meg ilyen 250. Talán az Nvidia-nak van most egy 320-as, 320 Hz-es monitora. Nem tudom, szerintem így valami technológiai oka lehet biztosan, hogy miért ennyi. Az, hogy miért 144 FPS, hát a fölött mindegy. Úgyis csak 144-et tud megjeleníteni. Neki hamarabb betöltött. Hát nem tudom, kekerényi. Agyalok majd rajta egy kicsit. Régen tanulgattam én ilyen... Hát elég felületesen. Ilyen ilyesmi dolgokat, majd... Utána olvasgatok én is, megpróbálok hát, ha találok valamit.
closing on your position. Suggest you get moving. Hát jövünk most ide. Van-e a reptérre? Mindegy igazából. Nézzük meg ezt. Hű! Csak bambulok ám. Nem az ott a csávó? De miért nem lőttem? Aha. Ráadásul sznájpere van. Pedig a terv hibátlan volt. Hát azt hittem ott van. De mégse. Ezt meg már kilótolta, fogadjunk. Ja. Zizeg. Hát csak megpróbálok visszamenni. Itt volt a csávó. Bosszantó. Nem fölment a tetőre? Vagy itt van valahol? Itt lépked valahol pedig? Hát mindig elviszük a kocsiját. Úgyis lejárt a bounty.
Hát kekerényi lehet. Valószínű így jön ki a matek tényleg. Ezt ki kéne agyalni. Végig kéne gondolni, de igazad lehet egyébként, hogy ez az oka. Sok értelme nincs innen lövöldözni, főleg egy LMG-vel. Okay. Hát kaptuk. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. You win this fight and you return to the front line. Oh, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Melly. Gond, be kell még melegedni. Na, hol menjünk? Avoid the gas, get to the safe zone. Nézzük meg ezt. Mondjuk jó messze van, de... jó lesz az.
Én mindig egy LMG-t találok. M4 az nem régóta bőrztös. Ez mindig az volt. Nem is emlékszem. Na jó. Akkor hol van a... Aha. Jó, hát akkor nézzük. Mintha lépteket hallottam volna. Ahogy mondtam, bőrztös. Ah, ott van még egy srác. Jó, hát shotgunnal. Még ilyet. Ritka pillanatok egyike. Földob ide a semmi közepére. Hát ez is ki van lootolva. Na. Van itt valami a környékbe. Hát... oda menjünk el. Miért is ne? Te csávó.
Sok értelme nem volt, mert most nincs pajzsunk. Hogyha a lépéseket hallottam volna megint. De lehet csak lövések. Hát rettenetes a hang ebbe a játékba. Ja, itt már mindenki van lootolva. Hát az a baj, hogy ez meg most már kint van a körből. Jó, akkor... kéne egy kocsi. És akkor bemegyünk a kör közepére. Csak kimegy már. Hűha! Megint pötyögtetnek. Hát nagyon rossz a lootunk. Páncélunk is alig van. Mintha itt lenne egy ammo refill. Ha. Hát ha más nem.
Nincs páncél. Hát ott a szomszédba. Egy térképre ránézek. Hát... Ja, nézzük meg azokat. Hát, ha nem lőnek agyon egy tetőről. Hát, de ez is nyitva van. Jó, hát akkor mehetünk is tovább. Még hogy innen jöttünk. Jó, hát akkor... bejövünk mondjuk ide. Azzal, hogy hát, mondjuk ez a kocsi közelebb van. Nézzük meg azt. Ezzel jöttünk. Hová? Hát nincs páncél. C4-et nem veszük. Valaki van erre. Hihetetlen, egy armor. Most tudják, hogy itt vagyunk. Már valaki benyomott egy UAV-t. Tehát alapvetően mindegy. Nem fura a hang. Na. Láttátok a lézert? Oké. De legalább észrevettük.
tovább. Másfél tárat azért rá kellett lőnöm, mire sikerült. Kekerényi, én úgy tudom, hogy ki lehet. Ha jól emlékszem, de nem esküszöm meg rá. Ezt meg kéne nézni. Sok esküszöm, nem emlékszem rá. Szerintem ki lehet cross-platformot kapcsolni. Nézzünk egy query-t. Max, gyorsan megyünk a gulágba. Főleg, ha így ugrunk. Meglepő módon egy... Már is bounty, az igen. Meglepő módon pont egy LMG-t vettem föl. Nem mintha ez jobb lenne, de... Ki az openbe? Senki. Ó, srácok. Állok egy helyben, amúgy az a baj. Ahogy mondtam, megyünk rögtön a gulágba. Semmi gond. Na gyerünk. Sort them out or capture the objective.
Nem figyeltem. Jól megy. Nem baj, lesz ez jobb. Peregjem. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Nézzük. Hát, ha most jobb sikerrel jár. Nem tudunk bemenni. Hát igen, őt már nem sikerült.
De egy meglett. Some choice words or smash their mugs with a well placed stone. There's a fight kicking off. You're up next, mate. Get ready. Soldier, win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Looking a little worse for wear. You're heading back. Oh, nem penyez ma. Na gyerünk! És már szedjük össze magunkat. Sose fogom így utolérni játéktudásba para kollégát. Mert most szerintem nincs. Mondjuk lehet, hogy 20 évig játszhatnék, se érném utol, de... Ugye ez mit szoktak mondani, hogy tudom én, Németország 30 évvel előz meg minket fejlességben. Csak ez nem azt jelenti, hogy ha... Tehát ez nem azt jelenti, hogy 30 év múlva utolérjük. Hát jövünk ide a hegyekbe. Nézzük meg most inkább egy scavengert. Most a bounty-k nem nagyon jöttek be.
Fanyú, volt benned fegyver. Hát, de srác miért nem lőtt? Ja, mert sniper volt. Hát, igen, ez ciki. Én nekünk se ártana egy fegyver. AR vagy valami. Gyünk be ide. Jó. Jó, menjünk tovább. Ha kitalálunk ebből az épületből, persze. Ijeszgessél. Ott van a tetőn. Objectives updated. Move to the next location. Bepajzsozunk, és akkor megyünk tovább. Látok senkit. Pedig ebbe a házba lövöldöznek. Ott van is valami kütyű. Bekempelt ide fogadjunk. Istenem. Itt nem tudok fölmenni. Nem, nem. De komolyan, ennek mi értelme van most? Ott ül, azt lövöldöz. Egy idióta. Enemy soldier incoming. Hát esküszöm nem látom. Aha, ott van. De ezt nem nagyon vette föl, hogy lövöm. Aha, ott van. Így kempeljél legközelebb. Na.
Hát, cseréljük le. Cseréljük. Na, és akkor vásárolnunk kéne, még szerintem, hogy itt van alattunk a buy point. Kéne venni armort. Hát most lehet, hogy loadoutot nem veszek. Jó az, ami most van. Nálunk cucc. Veszünk egy ilyet. Meg egy ilyet. Jó. Na. Nézzünk rá a térképre. Hát, majdnem középen vagyunk. De ne unatkozzunk. Hanem most akkor csináljunk meg egy bountyt, mondjuk. Ne csak ücsörögjünk. Azt tudnék egyedül is. Mármint stream nélkül. Nem túl szórakoztató nézni azt, hogy ülök egy szobában. Ezt itt hol tudok fölmenni? Mondjuk az úton. UAV entering the AO. Pont ott a bountynál van egy srác, ha jól nem még mögötte. Ja. Ja. Jött ott kettő, hát, ne se tudja. Mindig fölvesszük azt. Hát. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Hát, ha föl tudunk itt menni. Na, itt van a szomszédba a srác. Itt meg valaki pötyögtet. Itt van. Kinézzünk rá. De pont nem látom. Meg mozog is. Hát na mindegy, menjünk. Itt lövöldözés is van. Menjünk, nézzük. Mi történik itt? És még valaki benyomott egy UAV-t.
Ott valaki nagyon füstöl. Srácok, mi történik? Jó, hát... Tegyük össze itt a cuccokat. Jó, itt van egy kocsi, azzal kéne bemenni valahova. Hát... Próbáljunk meg ezt. Hűha! Jövök. Aztán ott befoglalunk egy házat. Aha, és erre pont kimegy a izéből, körből. Jó, hát akkor vissza. És akkor hova menjünk? Hát vissza szűkült. Hát nézzük meg ezt. Nem tettem le. Mintha lett, ott mintha arra jártunk volna. De hát az előző kör volt. Na mindjárt kiderül. Van. Igen, itt voltunk. De ahogy mondtam, lehet, hogy ez az előző kör volt. Itt óvatosan benézünk. Jó, itt nincs senki. Akkor itt megpihenünk egy kicsit. Hát, MC-v őszintén szólva engem nem lett meg már, hogy abban biztos jobb vagyok. Emiatt nem lep meg. Egyébként való igaz, hogy alapvetően meglepő, de... De igen. Tehát értem, mire gondolsz. De az nekem jobban megy. Határozottan. Na, szerintem megvárjuk itt a kövi szűkülést. Hogy hova fog. Aztán szerint cselekszünk. Hát most éppen nincsen, de... júliusban kezdünk majd egyet. Hát még pontosan nem tudom mikor. Azért nincs most, mert... A munkahelyi meg PhD-s projektekkel kellett foglalkozni, és az elég sok időt elvitt.
De elvileg júliusban elkezdünk majd egyet. Aztán, hogy hova jutunk vele, azt majd még meglátjuk. Egyelőre nem akarok spoilerezni, mert még kicsit utána kell olvasnom, de úgy nagyjából valami olyasmi lesz, hogy így deepfake-ezni fogunk. És megpróbálunk valamilyen nagyon, nagyon egyszerű, nagyon alap és hát egy nagyon, nagyon rossz minőségű deepfake modult írni OBS-hez. Ami hát a tervek szerint majd arra lesz képes, hogy ki tud választani azt, hogy kire cseréd ki az arcodat. De majd meglátjuk, meglátjuk. Mert azért ezek még nem úgy működnek, hogy ezek így real-time-ba tudjanak történni. De meglátjuk majd, hogy hogyan alakul. Most kiszűkül ide az Open-be. Hát mindegy. Egyel arrébb kéne menni. Vagy ezt még várjuk meg? Hát még ezt várjuk meg. Hát igen, MCV, mondom, hogy a real-time az, amit miatt egy kicsit aggódok, tehát ilyen 60 FPS az szinte kizárt. Még a 30 is olyan, hogy tehát nagyon, nagyon le kell butítani a minőségét. Tehát amiket látni, ilyen deepfake videókat most tényleg ne ilyen rossz indulatúakra gondoljatok, mert azt én nagyon nem támogatom. Hanem az ilyen poénos deepfake videók. Nem tudom, például ismeritek-e Zero Eyes-t? Ő csinálgat ilyen elég vicces, hát híres streamerekkel, meg YouTube videósokkal ilyen deepfake videókat. És ott azért tényleg egy-egy ilyen videót, hogyha jó minőségben csinálsz meg, az tényleg napok, mire az jól néz ki. Más kérdés, hogy Twitch-en nem feltétlenül kell olyan jó minőségűnek lennie. De azért nem árt, ha jól néz ki. Szóval nem egyszerű, nem egyszerű. De hát ránézünk, legfeljebb szar lesz, és akkor azt mondjuk, hogy hát még nem állott a technológia, hogy ez működni tudjon. Számítási kapacitás kell nagyon sok. Na, ránk szűkül ez a kör, és akkor megnézzük, hogy merre kell tovább menni. Aztán nem csak ücsörgünk itt, mint a hülye gyerekek. Meg ami ilyen kicsit lazább projekt, talán, ahol ilyen kis tutoriált is fogok csinálni, az ugyancsak ilyen deep learning, csak ott a super resolution. Majd kipróbáljuk azt, hogy milyen ilyen, hát viszonylag rossz minőségű pixeles videókból csinálni jó minőségű nagy felbontásút, illetve ugye egy ilyen régi HD videót megpróbálunk föl 4K-sítani. Úgymond. Valaki jön. Legalábbis valaki itt sétálgat. Hűha! A kurva életbe, de megijedtem. Bocsánat. Hű, haver, ez nem sokon múlott. És mennünk is kell. Hogy szidja most a nénikémet? Mindjárt válaszok, MC, csak közben itt nekünk mennünk kell. Hű! Hát ez szívás, mert jó messzire kell mennünk. És haladnunk is kell. Hát menjünk. Aztán meglátjuk. Oh-oh. Az igen. De be voltunk pajzsolva. Hát, nem baj, 18. hely, és 7 kill.
Így van, 7 kill. Teljesen jó. De a végér kár volt, de hát ez van. Na, folytassuk. Kezd most már jó lenni. Ez egy jó kör volt. Na, szóval hát igen, a Python az ugye a tanításhoz szoktuk használni. Hát OBS modul majd persze C++-ba fogjuk csinálni. Nyilván itt már modellt föltanítani, meg ilyesmi nem kell, csak használni kell. Használni kell. Ettől függetlenül nem egyszerű a dolog. Tehát nem egyszerű. Mert nyilván képfeldolgozás, vagy cserélgetni tehát nem egyszerű. Alapvetően az, hogy most Python kódot is meg lehet hatékonyan írni, de nem erre használjuk. Tehát az már nem... A termékben már nem Python kód van. Általában. Úgyhogy én várok tőle sebességnövekedést. Mindenképpen. De hát meglátjuk, mert mondom, a probléma nem egyszerű. Tehát tényleg ott sok teendő van vele kapcsolatban, és sokat kell számolni. Hűha! Igen, M-Chief, tudom. Azok baromi jól néznek ki. Hát ez ilyen programozói kis tutoriálnak szánom. Ilyen kis érdekességnek. Ilyen sima program, haladó C++ progórák mellé ilyen kis projekt végül is. Hát nézzünk most egy train station-t. Úgyis ritkán járunk. Az igen. Fölvettelünk a scavengert. És hova tűnt? Ó, hogy a bőrztös mai életbe. Bocsánat. Mindig elfelejtem, hogy ez a szar... bocsánat. Ez a fegyó bőrztös. Mintha jött volna erre valaki. Fővette a scavenger huntot és meghalt.
És jön vissza. Már ha ő az. Jön megbosszulni. Hát vagy nem. Nem, na akkor se veszem fel az LMG-t. Na, nézzünk egy térképet. Jól sikerült ez a train station. Aj, de bosszantó. Na mindegy, menjünk tovább. Már figyelni kell a Claymore-ra is, mert a kemperek azok... tevékenykednek. Jó. Az Arikon. Mindegy. Na, találjuk ki, hogy hova menjünk. Ó, itt van. Hát... vegyük fel ezt a kocsit, és jöjjünk ide. Ez már egy terv. És mint tudjuk, a terv mindig hibátlan. Ezben a pajzsokat ne felejtsük el. Aha, itt valakik lövöldöznek is. Lehet, hogy nem jó ötlet itt szaladgálni, de... még nem lehet felmenni, mi? Itt lövöldöztek az előbb, ugye? Hát menjünk tovább. Jó. Megnézzük azt, hát ha sikerül. Ő csak így jelezte, hogy erre ne akarjak menni.
Neki már tervei is vannak. Nem csak jelezni akarta, hogy ne jöjjek erre. De jó. Located a supply base. Secure that position. Loadout drop inbound. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Hát ő se tudta. Hát bocsi haver. Nem létezik, hogy itt nincs senki. Fú, azt menjek át oda. Na jó, hát gyerünk. Meg fejbe nagyon lőnek, hát most mi baj lehet. Sniperek kedvence. Armor szecselünk van. Jó. Na. Akkor menjünk föl. Itt valaki. De fura volt. Meg. Nem figyeltem. Pay attention, you'll be out there soon. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. Get yourself sorted, you're up there. You win this fight, no. You turn to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Hova tűnt?
Ilyet se csináltam még. Jó, legalább jövünk vissza. Ó, és pont itt egy loadout. Legalább akkor ezt ki tudjuk szedni. Legalábbis. Ha nincs itt senki. Gas is moving in. New safe zone located. Én először. Fönn zizeg. Armor box, az se rossz. Jó. Hát próbáljunk meg ezt a bountyt levadászni. Nézzünk egy térképet. Hát valahol itt van. Tehát azt a jó ég tudja, hogy pontosan hol. Ki lett volna ott, de rosszul láttam. Na megyünk, megpróbáljuk föntről a bountyt benézni, hogy hol lehet. Na vajon itt van valaki? Hát és tovább is ment a bounty. Aha, már itt van. Hát, kéne egy kocsi. Hozzuk el azt. Jó lesz. Hűha! Hát a bountynak annyi. Ez a gránát nem volt életem gránátja, maradjunk annyiba. Ez a csávó is eltűnt. Elment valahova. Mindegy, vigyük el ezt a kocsit.
located the safe zone. Nem. Veszélyes dolgok ezek. Valaki ránk lőtt RPG-vel? Jó, hallottam. Hát foglaljuk be mondjuk ezt a házat. Vagy legalábbis próbáljuk meg. Nem tudom, miért csináltam. Van itt valaki. Hogy robbant föl lent? Aha. Meg lett. Hát ennek nincs értelme. Jó, most jó lenne minél jobb helyezéssel végezni. Kicsit aggaszt ez a csávó itt a szomszédházba. Hát... lehet már ezer éve nincs ott. Még kocsikázik. Aha, ez bejön ide. Bejött ide a srác. De lehet nem jön föl. Tovább is megy. Gas is closing. Get to the new-
Jó, menni kell. És ő megy is. Jaja. Tovább ment. Jó, nekünk is kell majd menni. Jó, open az egész. Ott van egy kamion. Lehet már nincs itt a srác. Aha. Jó. Oh, ne. Ah. Fene se gondoltam, hogy bejön ide. Ah, oh, nem baj. Top 10. Top 10. Nem sokon múlt, amúgy. Francba. De miért jött be ide? Semmi értelme. Nem baj. 5 kill. 5 kill, 10. hely. Egyre jobbak vagyunk. De tényleg miért jött be ide a srác? Ah. Nem számítottam rá. Semmi gond. Következőbe számítunk rá. Ó, oh, hello Caprioli. Mi újság? Itt is minden oké. Dolgozunk. Van mit. Napokban például SSD-t kell cserélni a laptopomba. És az ugye azzal jár, hogy Windows telepítés, Linux telepítés. Jó. Hát igen, Windows-zal vannak is gondok, amúgy. De a Linux az működik. És nekem az úgy alapvetően fontosabb lenne. Windows-t is csak azért rakok, hogy... Nem is tudom, hogy a laptopra minek rakok Windows-t. Ugye, ezen az asztén azért van, hogy játszani ezen jobb.
Lehet már csak ilyen reflex. Hát... nézzük egy military base-t. Mi baj lehet? Megcsinálgatjuk azt a scavenger huntot. Hova tűnt? Ja, ez mindent megmagyaráz. Mondom, hova tűnt, aki leesett? Ennyi, dominálni kell. Az LMG-t meg nem szabad sose elvenni. Hát, Caprioli laptopon nem csinálok. Így szegény ki van már néha, hogy... azért... nem egy atomerőmű, maradjunk annyiba. Na ide nem jött más. Jó, lent van. Itt megy valami kis pötyögtetés. Jaj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 
Meg még mindig itt van. Mondjuk annyiból jó a Windows, hogyha Teams-en keresnek, munkahelyi ügybe át szoktak. Kilógott a popuja, vagy mi-e. Eljövünk vissza? Vagyok benne biztos, hogy jó ötlet, de jöjjünk. De kell jönni.
Ez baj. De miért lépek ki? Elég lett volna csak kinézni. Majd hogy kinyitni, aztán... Na mindegy. Ez a kör nem történt meg. Na menjünk még egyet. És akkor már ez szerintem ilyen utolsó kör, már ha jól sikerül. Van egy pár dolgom. De még egyet mindenképp megyünk. Hát Caprioli, hát régen így volt egyébként, mármint még nagyon régen, úgy gyerekkoromban, hogy na még egyet, még egyet, még egyet. Nyilván akkor azért nem így nézett ki, hogy jöttünk warzone-ozni. Ilyen játékok azért még nem voltak. De... Ja. De nem tényleg utolsó, mert dolgozom egy kicsit. Van egy videó, amin most dolgozok. De jó lenne, hogyha minél hamarabb ki tudnám tenni. Egy ilyen tech videó jellegű. Ja, nem tesztelgetés. Hát erről az SSD cseréről csináltam egy idét. Meg egy ilyen tutoriált az első éves hallgatóknak. Nézzük meg azt. Nézzük meg azt. Hogy ilyen OS telepítés kapcsán. Semmi értelme amúgy, de ezt mondom is, hogy videóban, hogy ennek a videónak nem lenne szabad elkészülnie. Sehun semmi. Föl is vették a scavengert. Hála az égnek. Bent lövöldöznek.
De hol lehet itt bemenni? Vagy csak ott leugrani lehet? Hát igen, Caprioli, de ez még nagyon ilyen mínusz egyedik lépés, tudod, tehát... Persze ne hivatkozzon arra, hogy nem tudja feltelepíteni, nyilván. Azért ez rendszergazda szint. Egy heartbeat szenzor mindig jól jön. De miért nem lövök, mi a gránátot dobálom? Jó, oké is. Na jól van, srácok. Én amondó vagyok, hogy mára legyen ennyi elég. Hát tetőkemp, mindegy, ez ilyen. Úgyhogy mára tényleg legyen ennyi elég, csak egy kis Warzone. Ugye a cím is mutatja. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a követéseket, a donéteket, csíreket, mindenféle hozzájárulást, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Ez a legfontosabb. Jó, legközelebb kedden találkozunk. Ugye, hát tulajdonképpen lassan már mondhatom, hogy a szokott időbe, a szokott menetrend szerint. Valószínű a Witcher-t folytatjuk, de ígértem én egy Valorant közös együttjátszást is, hát hogyha lesz kivel, tehát hogyha jön valaki játszani, akkor lesz, ha nem, akkor nem, majd ezt meglátjuk, addig még Discordon majd megbeszéljük. Jó? Szóval, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és néztétek. Én további szép napot és további kellemes hétvégét kívánok nektek. Kedden találkozunk. Sziasztok!